Szevasztok! Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Mecha Bellum. Folytatjuk az egységeket bemutató videósorozatunkat, ahol ma nem más van szerepen, mint a Sledgehammer. A Sledgehammer, mint ahogy azt lehet látni, egy tank, és mint hogy valójában egy tank, a szerepe is az, hogy tankoljon. És ezt nem is olyan rosszul teszi, tehát kimondottan jó kis tank egység tud lenni, ameddig el nem jutunk a Fortressekhez, de hát azokról majd később. A kifejlesztési ára 50 supply, egy egység, egyes szinten történő megvásárlása 200 supplyba kerül, és egy egység 5 darabból áll, tehát a 200 supplyunkért 5 ilyen tankocskát kapunk. A HP-ja 1264, a támadása 608, van neki splash range-e, tehát ilyen kisebb AOE-ban tud támadni. Az attack intervallumja 4,5 másodperc, tehát igen-igen lassan tüzel 95 méterre, és csak szárazföldi, tehát csak földi egységeket tud támadni. A sebessége 7 méter per szekundum, ami megelőzi a fengeket, a marksmeneket, a fortresszeket, de éppen hogy csak valamennyivel, nyomába se érhet a valóban gyors egységeknek. Nézzük a skilljeit, mivel tank van neki egy olyan, hogy Field Maintenance, ami azt jelenti, hogy megnöveli a HP-t 30%-kal, és 4,5 gondolom százalékot akar jelenteni, max HP-t gyógyít saját magán, amikor sebzést szenved, tehát ebből is látszik, hogy igen-igen nehéz lesz kifektetni, és erre még rájátszik a Damage Sharing, ami annyit jelent, hogy összekapcsolják a sledgehammerek az összes HP-jukat az egységeken belül, megnövelik a 120%-kal és elosztják a bekapott sebzéseket. Teszem azt, ha egy tank kap mondjuk rá 100 sebzést, akkor nem az az egy tank fog 100-at sebződni, hanem mind az 5 fog 20-at sebződni, tehát eloszlik a sebzés az egység darabjain, hogy úgy mondjam, az egység tankjain belül. Ez is még rájátszik arra, hogy még nehezebb legyen őket kifektetni. A következő skill a Mechanical Rage, ami lényegileg annyit csinál, hogy megnöveli a tanknak a sebességét 4-jel, tehát a 7-ből 11 lesz, és lecsökkenti az attack intervallumot 4,5-ről 3 másodpercre, tehát mint ahogy ezt lehet látni, ez egy támadó jellegű skill. A Range Enhancement az pedig a range-et növeli 40-nel, tehát a 95-öt dobja föl 135-re. Az Electromagnetic Shot, ugyebár erről szó volt, becsapódáskor debuffolja az ellenfelet, tehát lelassítsa, meggyöngíti a támadását, stb. Az Armor Piercing Bullet pedig 150%-kal megnöveli a damage-et, és az Attack Intervallumot pedig 20%-kal növeli, tehát 4,5-ről 5,5-re növeli, tehát nagyobbat lül, de lassan. Természetesen ez egy Mechanical Rage-el mitigálható, tehát attól gyorsabb is lesz, tehát ha mind a kettőt bekapcsoljuk, gyorsabb lesz, nagyobbat fog lőni, és körülbelül az attack intervallja ugyanott fog maradni. És végül, de nem utolsó sorban van neki az Armor Enhancement-je, amiről már ugyebár volt szó, ez azt csinálja, hogy szinténként 60-nal növeli az armorját, tehát 3-as szinten már 180-as armorja van, ami technikailag kilőhetetlenné teszi az apró hordás egységek számára, mert egyszerűen nem tudnak annyi damage-et kipréselni magukból, hogy átüsse a páncélját. Mint ahogy látható, ő első rendű tanker, tehát igazi tankegység. Nagyon szépen tud muzsikálni a fengek, a crawlerok ellen, és úgy generál nagyon nagy mennyiségű damage-et föl tudnak szívni, amivel életben tartsák ugyebár a szövetséges haderőt. Mi ellen gyöngék, mivel csak földre tudnak ugyebár tüzelni, így nagyon gyöngék az összes légi egység ellen, a waspok, a
az overlordok, minden ellen, ami a levegőből támad, és hogyha nincsen rajta bőven tankos anyag, tehát nincs rajta damage sharing, meg armor enhancement, meg field maintenance, hogyha magukra vannak hagyva, akkor a példának okáért a marksmenek, a melting pointok igen-igen komoly pusztítást tudnak elvégezni a köreikben. Úgyhogy itt is nagyon szépen kijön a kőpapírolló mechanika. De hát őket primárisan nem is a damage dealing miatt tartsuk, hanem azért, hogy lényegileg időt nyerjenek a többi egységnek arra, hogy azok kifejtsék a saját támadó jellegüket. Mint azt lehet látni, én nálam egy ilyen hibrid variáció szerepel, tehát nem full tankra és nem full támadásra van kihegyezve, tehát van itten védő cucc, tehát rajtuk van a damage sharing, ezzel a túlélésüket tudom fokozni, rajtuk van a range, a mechanical range és az armor piercing bullet, ezek pedig leszámítva a range-et, ami bárhol jó, ezek pedig támadó jellegű skillek, úgyhogy mondom, az enyém az egy ilyen hibrid variáció. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmasters rajongók, ennyik voltunk akkor mára a Sledgehammerrel. Következő videónkban a Steelballokkal fogunk foglalkozni. Én pedig még mindig széltoló voltam, ti pedig még mindig vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!